Mi magyarok. Elektromos áram megmérve. Blátiotto. A 19. -20. század fordulóján alkotó zseniális magyar műszaki generáció kiemelkedő alakja. Déli Miksa és Cipernovszki Károly társaként részt vett a transformátor elkészítésében. Nevéhez fűződik a váltakozó áramú fogyasztásmérő berendezés, azaz az első villanyóra 1889-es feltalálása és a háromfázisú generátor kifejlesztése is. Hosszú élete során összesen 96 találmányával járult hozzá az ipari fejlődéshez. Ezek nagy része elektrotechnikai újdonság volt, pedig 1882-ben, 22 évesen, Gépész mérnöki diplomával a zsebében lépett ki a Bécsi Egyetem kapuján. Innen a kor egyik legmodernebb üzemébe a MÁV gépgyárba vezetett az útja. Az elektromosságot ekkor kezdte el tanulmányozni, és eközben komoly lépést tett ezen a területen. A világon elsőként megbízható megoldást talált a mágneses körök méretezésére. Ezt bemutatta Amerikában az Edison műveknél, ahol elismeréssel fogadták. Cipernowski hívására a Gantz gyár mérnöke lett, ahol átalakította a gépeket, amelyeknek így javult a teljesítményük. Szabadalmai nagy sikereket arattak itthon és a nagyvilágban. Kondó Kálmán halála után ő fejezte be a mozdonyok fázis váltóját. Nagy nemzetközi cégek vásárolták meg eljárásait nevezetes volt különleges képességeiről. Nagyszerű fejszámoló és sakkozó hírében állt, rendkívüli emlékező tehetséggel. Nevét több műszaki középiskola és egy 2002-ben felfedezett kisbolygó is viseli. A fővárosi közterületek névadó testülete jártas lehet a fizika világában, a 8. kerületi bláti Otto utcával párhuzamosan az egyik oldalán a Delej, a másikon a Villám utca vezet. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. készítette.